Leonard Cohen azt mondta, hogy a dalokért oda kell elmenni, ahol a dalok vannak. És ez az út, ez az, ami izgalmas ebben az egészben. Az alkotó társal való munka az mindig egy nagy lutri, hogy az áldás alatt történik-e, vagy keserves lesz. A fegyával olyan érzés dolgoz, mint hogy a kés lennél a vajban, tehát annyira jól megy. Sok módon kötődöm, mondjuk úgy, hogy szakmailag is az életmenetéhez, de lelkileg is nagyon erősen, mert nagyon fontosnak tartom. Akármilyen bizarr, de egy egészen fontos jó pillanat volt ez az Auschwitz és Birkenau közötti séta, ami ugye maga az életmenete. Egy olyan eseményről van szó, ami gyakorlatilag megrázta az egész világot, és még azóta is lehet érezni ezt a hatást. Nagyon örültünk, amikor kaptunk egy felkérést, hogy az End Friends nevű zenekarommal adjunk egy koncertet a Dohány utcai zsinagógában. És akkor jött az ötlet, és egy csomó Leonard Cohen dalt lefordítottam magyarra, meg amiknek jó volt a fordítása, azt megtanultuk. Csodálatos vendégsereget hívtunk oda, többek között Fegye is föllépett velünk. És ez nagyon inspiráló volt, akkor a Fegye megszólította avval, hogy az életmenetének kéne írni egy dalt. Az egy ilyen nagyon magas pillanat volt az életünkben. Tehát tényleg született valami, ami bennünk ilyen himnuszként megszólalt. Utána elég nagy élmény volt azt hallani a felvonulási téren. Szólalj, hisz nem vagy néma, megtisztít ez a hosszú séta, ez a dal most tízezer ajkonról. Amikor elkezdtem írni a maga dalt, akkor is azt lehet mondani, hogy meggondoltam minden hangot, és minden kis zenei foszlányt, hiszen tudtam, hogy ez mondjuk egész más, mint most mondjuk az ember egy egyszerű dalt elkezd írni, itt sokkal többről van szó. Én általában hiszek abban, hogy mondjuk egy dal az legyen lélekemelő. Úgy írok, hogy tele legyen nyelvi leleménnyel, iróniával. Ez egy kivételes pillanat volt. Én is minden szót nagyon megválogattam, és azt gondoltam, hogy itt ezeknek az eszközöknek vagy stílusjegyeknek nincsen helyük, hogy ennek egyszerűen lélekemelőnek kell lenni. Nagyon örültem, amikor meghallottam a Fegye zenéjében, hogy ő földudorázta az énekdallamot, hogy ennek az lesz a refrénje, hogy soha többé soha. Ezt nem én írtam ezt a verset, hanem ez benne volt, lehetett hallani. Soha többé soha. Ki kell fejezni azt az érzés és azt a múltbeli tragédiát, hogy az soha nem jöjjön vissza, és nem szabad, hogy megtörténjen még egyszer.